A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves televízió nézőket, szó szerint a fogászati rendelő fogászati székéből. Fogas kérdések itt a Fehérvár televízióban. Ebben a székben pillanatokon belül helycserés támadásra kerül sor. Dr. Csulak Fruzsina ül majd be ebbe a székbe, amiben egyébként többnyire a páciensek foglalnak helyet, és most ráadásul még én magam is. Kérdések érkeztek hozzánk, nagyon szépen köszönjük a televízió nézőknek és a rádióhallgatóknak, ezekre válaszol majd a doktornő, úgyhogy fogas kérdések itt a Fehérvár televízióban. 7 éves a gyermekem. Ahogy szokás, legalább fél évente új fogkefét vásárolunk, eddig normált vettem, azóta tértünk át az extra puhára, amikor észrevettem, hogy pirosabb az alsó fogsor bal oldalán az inye. Volt a foga alatt egy kis sárga púp is, az eltűnt, de érzékeny az inye, és nem akarja ott megmosni. Már az alsó részén elől is kezd piros lenni, a puha fogkefével már nem fáj, ha mossa. A kérdésem az, hogy elhasználtunk már fél üveg szájöblögetőt, ingyulladásra, gyógyszertárban vettem, de nem történt változás. Mit tehetünk még, hogy ne legyen piros az inye? Köszönjük, Mónika. Kezdjük akkor az elején. Az, hogy legalább fél évente váltanak fogkefét, az inkább a 3 hónap lenne javasolt, illetve hogy elhasználódik. Vannak olyan fogkefék, illetve vannak olyan elektromos fogkefefejek, aminek elszíneződik a sörtéje, illetve a kékből elfehéredik, és akkor látszik, hogy mennyire használódik el egyébként a sörte, illetve a fogkefefej. Az, hogyha puha sörtű fogkefét használnak, az teljesen jó, viszont a két történet időben csak véletlenül függhet össze. Az, hogy volt az íny, vagy hát a fog mellett egy ilyen sárgás pukli, az inkább a fog gyulladással függhet össze. Tehát az, hogy ingyulladásra való szájvizet használnak, az nem a kezelése ennek az eltérésnek. Nagy valószínűséggel ott elhagyta egy tejfog, tehát akár nézze meg a szülő, hogy akkor ott van egy szuvasodás vagy luk, mert akkor azon a fogban keletkezett lukon keresztül alakult ki tulajdonképpen a gyulladás az ínybe, és az nem fogja meggyógyítani, hogyha ingyulladásra való szájvizet használnak. Az ingyulladásra való szájvíz, nem hallottam, hogy lett volna említve, hogy milyen márkájú, vagy milyen fajta, vannak gyógynövényesek, illetve vannak terápiás szájvizek. Azért fontos, hogy egy 7 éves gyereknek hosszú időn keresztül terápiás szájvizet ne adjunk. Ha van konkrétan diagnosztizált ingyulladás, akkor is 2 hétig szoktuk javasolni a terápiás szájvizek használatát, tovább nincs értelme, illetve hát a fogorvost kell felkeresni, itt valószínűleg egy lyukas tájfogról lesz szó. Jó napot! Normális, hogy 13 hónapos babának nincs még egy foga se? Mennyi idős koráig kell kibújnia a fogaknak? Köszönöm a válaszát előre is. Üdv, Dóra! Igazából normális, illetve nem is tudunk vele sajnos mit csinálni. Tehát vannak olyan gyerkőcök, akiknél késleltetett a fogváltás. Azt szokták megfigyelni a szülők, hogyha később jönnek ki az első tejfogak, akkor később fogja váltani a korosztályánál majd a maradó fogakat is. Ez egyelőre nem jelent problémát. Figyeljék, hogy mikor jön ki az első. Lehet, hogy egyszerűen csak nehezen töri át az ínyt az első tejfog, ezzel nem kell kezdeni semmit. Kedves doktornő, érdeklődni szeretnék, hogy rossz fog okozhat-e fülfájást, intenzív szédülést. Köszönöm. Az intenzív szédülést azt kizárnám, a fülfájás az lehetséges, attól függ, hogy felső-alsó fogról van-e szó, illetve mennyire rossz az a fog. Lehet akár ajakzsibbadás is a tünet, illetve lehet a fülfele kisugárzó fájdalom. A szédülést azt nem gondolnám, hogy rossz fog okozza. Mindenképp érdemes nyilván megnézetni, mert ha tudja a páciens, hogy van egy rossz foga, akkor ezt kezeltetni kell, és hogyha megszűnik a fülbe kisugárzó fájdalom, akkor az volt az okozó. Tisztelt doktornő, a lányomnak 3 nappal ezelőtt húzták ki a bölcsességfogát. Érdeklődni szeretnék táplálkozással kapcsolatban.
Néhány helyen azt írják, tilos tejtartalmú készítményeket fogyasztani, de közben javasolják, hogy joghurtot, illetve turmixot fogyasszon. Ajánlják a környező fogak tisztítását, de közben írják, hogy tilos öblögetni. Ezekkel kapcsolatban kérnék pontosítást, illetve tanácsadást. Köszönöm szépen, üdvözletem! A fogeltávolítás után, főleg, hogyha nincs is összezárva a sebb szél varrattal, akkor mindig azt mondjuk, hogy legalább egy 4 napig a teljes tojásos ételeket azt kerüljék el, hogy szebben tudjon gyógyulni a sebb, illetve hogy ne gyulladjon be. A tisztítás része az igaz, tehát az, hogy tisztítsuk a szomszédos fogakat, ez nagyon fontos, mert a fogtisztítás nélkül a felhalmozódott lepedék az rontani fogja a sebb gyógyulás esélyeit, begyulladhat tőle az íny, illetve ott még volt egy kérdés arról a szájöblítésről. Ott ugye azért szoktuk kérni, hogy a sebet ne öblögessék, mert ott a seb, illetve a fog helyén, a sebben kialakul egy vérrög, ami be fogja gyógyítani a sebet. És hogyha ezt szájöblítővel, vagy akár csak vízzel, vagy öblögetéssel eltávolítjuk, akkor nem tud begyógyulni az a seb, tehát a fognak a helye, és akár egy fájdalmas, úgynevezett alveolitis, tehát fogmedergyulladás is kialakulhat. Kedves doktornő, egyre több alkalommal veszem észre, hogy a nap vége felé már rossz a leheletem. Rendszeresen mosom a fogaimat, és szájvizet is használok, de kezd kellemetlenné válni a tünet. Mit javasolnak? Meg kell nézni, hogy mi az alapvető probléma. Az, hogy a nap vége fele rossz lesz a szájszag, vagy hát lesz szájszag, az egyrészt meg lehet azt is csinálni, hogy mondjuk étkezések után, akár ugye napközben is, hogyha van rá lehetőség, akkor fogmosás, illetve fogköztisztítás megtörténjen. Hogyha esetleg nyelv felől van felhalmozódott fogkő, amit mondjuk így a páciens így kívülről ránézése nem lát, akkor ez okozhat rossz lehelletet. És hogyha nincsen rossz fog, nincsen fogkő, és még a fogmosás is megvalósítható, akkor és kizárhatóak ezek a fogeredetű problémák, akkor lehetséges esetleg egy refluxos betegség, ami okozhatja ezt a szájszagot. Köszönjük a válaszokat, és köszönjük a kérdéseket. Fogas kérdésekre kaptunk válaszokat dr. Csulak Fruzsinától. Én azt remélem csak, hogy mindenki kérdéseire megfelelően megkapta a válaszát, és talán gazdagabb lett már ezekkel a válaszokkal. Köszönjük szépen a figyelmet, a Fejévár Televízióban a fogas kérdéseket látták. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.